A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 6-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban általánosságokban a Magyar Kultúra Napi programokról lesz szó, átadták a Prokultúra díjat, ellátogattunk két szimfonikus koncertre, illetve ott voltunk egy könyvbemutatón is. Tartsanak velünk! A Vörösmarty Színház adott otthont a Magyar Kultúra Napi ünnepségnek. A gálán átadták a Prokultúra díjat, majd a vendégek megtekinthették a színház társulatának ünnepi műsorát. Hogy mondjam el? Szó nem leli számat. Kimondhatatlan szomjú gyötör után. Ha húsevő növény lehetne testem, magamba szívódnál, illatomba estem. Elég lehetne langyos, barna bőröd, kényes kezed, amivel magad őrzöd, és amely minden omló, végső pillanatban elmondja, mégis önmaga marad. A hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színház adott otthont nemzetimánk születésnapján a Magyar Kultúra Napi ünnepségnek. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy régióközpontként a város kulturális élete meghatározó, és kifejezte meggyőződését, hogy a kulturális intézmények, civil szervezetek együttműködése töretlen és méltó a hagyományokhoz. Majd a város szakmai grémiumának döntése alapján átadta a Prokultúra Alba Régia díjat, amelyet ebben esztendőben a Székesfehérvári Kézművesek Egyesülete érdemelt ki. Magyar Kultúra Napja alkalmával itt a Magyar Kultúra egy meghatározó létesítményében és intézményében, a Vörösmarty Színházban egy nagyon szép és kifejező értékeket közvetítő estén jöhettünk el és vehetünk majd részt, és nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk, hiszen olyan régi eseménynek tűnik, de nem volt annyira régen, hogy erre nem volt lehetőségünk, hiszen egy esztendővel ezelőtt a Magyar Kultúra Napját az energiahelyzet okán nem tudtuk itt ünnepelni a Vörösmarty Színházba. Ez már önmagában előrelépés, és mutatja, hogy egy kicsit talán egy kiszámíthatóbb év következik, hogy most itt lehetünk a színházba, és itt adhatjuk át magunk ezeknek az értékeknek. Úgyhogy közben a Balett Színház Veszprémben van, és a Magyar Kultúra Napjának a fő előadását végzi. A hétvégén kiállítást lehetett megnyitni, ami éppen a himnusz köré szerveződött. Az Alba Régia néptáncosai 75. születésnapjukat ünnepelték, és elindult egy ilyen kezdeményezés, és sorolhatnánk csak ezeket a napokat is, közben a színház játszott, és előadásokat nyújtott a fehérváriaknak. Tehát látszik, hogy ez egy nagyon gazdag kulturális élet, és én bízom benne, hogy ezt együtt működtetni tudjuk, és ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki a kultúra területén dolgozik, tevékenykedik, akár állami egyházi önkormányzati intézményben, akár civil szervezetben teszi ezt, szolgálja a közösséget, a közösség és az értékek kapcsolatát megteremtve. Az évfordulók napja ezek a napok, hiszen ne feledjük, a himnusz születésnapja mellett 75 esztendős születésnapját ünnepelt az Alba Régia Tánc Együttes, és negyed százados a Fehérvári Kézműves Egyesület, akik egy különleges szegmensét képviselik a népi kultúrának is. És most egy nagyon szép kitüntetésben fognak részesülni, hiszen az is most már megszokott, hogy a Magyar Kultúra Napján adjuk át a Prokultúra kitüntetését és díját a városnak. Mindig olyan meghatározó kulturális közösségnek, akik a város kulturális életében meghatározó helyet foglalnak el. Most a kézművesek lesznek, akik tudjuk, hogy a jubileumi évben vannak, és azt hiszem, hogy természetes, hogy jár nekik ez a városi kitüntetés és díj. Köszönet nyilvánításul a város részéről az ő irányukba, hogy akár nehezebb, akár könnyebb időszak volt, de ők a népi kultúrát ápolták, ezeknek az értékeit bemutatták, és hát bizony folyamatosan kortárs művészeti alkotásokkal is ezt kiegészítették, Isten értesse őket is.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes országgyűlési képviselő is, aki megerősítette, a kultúra támogatása jó helyre kerül Székesfehérváron, hiszen meg annyi nívos programmal büszkélkedhet a város. Hol máshol ünnepelnénk itt Székesfehérváron, mint a Vörösmarty Színházban, a mi színházunkban, ami a székesfehérvári kultúra egyik fellegvára. És ma is egy fantasztikus kulturális műsorral várnak minket a színház művészei. De azt gondolom, hogy a kultúra nem csak az a kultúra, amit ma fogunk látni és hallani, hanem a kultúra az a mindennapjainkban is ott van, az egész életünkben, az életünket át meg átszövi. A kultúra a létünk, ahogy létezünk, és ez a nap, ez természetesen különleges, hiszen a himnusz születésnapja, a mi himnuszunk születésnapja, és ma ünneplünk, de gondoljunk arra, hogy minden nap is a székesfehérvári kultúra napja is egyben. Most itt vagyunk a színházban, de megemlíthetnénk a balettszínházat, a szimfonikus zenekart, a néptánc együttest, a könyvtárainkat, a művelődési házainkat, ugyanakkor a Prokultúra díjt, tehát az idén egy olyan csapat veheti át, akik szintén negyedszázados jubileumunkat ünnepelhetik, és a népi kultúra megmaradásáért küzdenek, jelesül a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Igen, egy fantasztikus csapat és fantasztikus munka van mögöttük ezekben az években, évtizedekben, amit adtak nekünk székesfehérváriaknak. Egyrészt egy misszió ez, hiszen megőrizni a régiek, a régi fehérváriak műveit, kultúráját, és azt nem csak megőrizni, hanem átadni nekünk, aztán a gyerekeinknek és az unokáinknak. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas feladat és egy hatalmas vállalás, és ezt ők fantasztikusan teljesítették az elmúlt évtizedekben, úgyhogy azt hiszem, igen, igazán és igenis megérdemelték ezt a díjat, és köszönjük szépen a munkájukat, és köszönjük szépen az elhivatottságukat, és kívánom nekik minden jót az elkövetkezendő évtizedekre is. A díj az ottani népi kultúra fehérvári bástyája, az idén negyedszázados jubileumát ünneplő Székesfehérvári Kézművesek Egyesülete. Szenci Jánosné a kézművesek elnöke örömének adott hangot, hogy munkájuk ilyen formában is elismerést nyert. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk a hírt, hogy mi kapjuk ezt a rangos díjat, és úgy éreztünk, hogy elég sokat is dolgoztunk a városért, és köszönjük, hogy hát a munkánkat ilyen díjjal jutalmazzák. Mi mindig azt mondjuk, hogy ha kézművesség, akkor rácutca, ha rácutca, akkor kézművesség, tehát mi továbbra is várjuk az embereket. Amint megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam. A vágy reszkedett felsállamban, és úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyoson. Idén a teátrum rendezője Horváth Csaba egy olyan különleges verses műsort álmodott meg Évszázadok szerelmek címmel, amelyben a színház művészei verseikben párhuzamot vontak évszázados klasszikusok és kortárs alkotók szövegei között. Sokféle kultúra napja volt az elmúlt években, és ugye most oda jutottunk, hogy azt mondtuk, hogy legyen kizárólag magyar költészet, a ma esti program, és ezzel ünnepeljük a himnusz születésének az évfordulóját, illetve a napját. Az érdekesség, vagy amitől, ahogy mondod, rendhagyó, talán pont az, hogy ez a 19. század és onnantól visszafele időben magyar költészet, tehát magyar szerelmi versek, szerelmes versek, és a legkortársabb, tehát abszolút a napjaink költészetét raktuk össze egy csokorba. És ugye ami a közös, hogy egyrészt, tehát hogy annak ellenére, hogy időben ennyire távol vannak egymástól a versek szerzői, ami a közös bennük, az, hogy kizárólag szerelmes verseket fog hallani ma a közönség. Te legyél, írj a sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemei szép, ragyogása, eleven hajnali tűz, ajaki harmatozása, s ezer gondot elűz. Elej hát, nékem, gyönyörűségem, a hajnali csókkal erre már. Adjon neked a Jóisten sok-sok csókot, s imád.
Hát az, ez tulajdonképpen azért, mert ugye, most nem akarok ilyen nagyon romantikusan, vagy szentimentálisan helyesbíten fogalmazni, de a Magyar Kultúra Napja természetesen a költészeté, tehát a költészetnek fontos helye van, és egy olyan tiszta érzelmet kerestünk hozzá, ami talán amiben nem lehet belekötni. Nálam nélkül szép szerelmem, ki állasz most én mellettem, egészséggel, édes lelkem. Én hús szívem vidámsága, lelkem édes kívánsága, te vagy minden boldogsága. A színészeknek ez mindig egy nagyon különleges helyzet és különleges alkalom. Bármilyen rutinosak, bármennyi előadást és darabot bemutattak már életükben, bármennyi szerepet eljátszottak életükben, de akkor, amikor el kell mondaniuk egy verset, akkor mindig sokkal jobban izgulnak, mint egyébként, vagy mint amennyire a rutinjuk ennek tulajdonképpen ellent mond. Tehát olyan szempontból is különleges az est, hogy ugye az egész társulat fönt van a színpadon, és mindenki egytől egyig kizárólag verset mond. És ettől van egy olyan közös izgalom, ami már megteremti azt az ünnepi hangulatot, ami méltó ehhez a naphoz. A műsorban, amelyet dramaturgként Selmeci bejegyzett, a színház művészei a vág kialakulásától a boldog egymásra találáson át a szakítás fájdalmáig, illetve az együtt leélt életig mutatták be, tolmácsolták a szerelem útját. Túl azon, hogy a régi magyar irodalmat vegyítettük a kortárs költészettel, túl ezen megpróbáltunk egy ívet teremteni az estnek. A szerelem érzésének kialakulásának pillanatától a találkozásig, utána a boldog együtt töltött időn át, a szakításig, illetve akár egy másik irányban pedig az együtt leélt életig. Fontos, hogy megerősítést nyújtson minden résztvevőnek, hogy igen, a szerelem örök? Én nem hiszek a szerelem örök kifejezésben, viszont úgy válogattuk össze a verseket, hogy mindenki találhasson benne valamit, ami esetleg betalál, amiről azt érzi, hogy rávonatkozik, vagy megélte már azt, akár katarzist nyújtson egy-egy vers, akár egy nyugalmat adjon, tehát én inkább ebben hiszek, illetve azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy olyan versek is kerüljenek bele, amiket kevésbé ismernek az emberek, és ha valamelyik megtetszik, akkor utána akár megkérdezze tőlünk, hogy az pontosan kiírta, és mi volt a címe, vagy rákeressen az interneten, és utána lementse magának. Az est megerősítést jelentett a díjazottakon túl mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi eseményt. Székesfehérvár továbbra is a kultúravárosa, ahol a művészet meg annyi képviselője talált és találhat otthonra. A Partitúra sorozat harmadik hangversenyén a határtalan hangokkal ismerkedhettek meg a zenebarátok. Dobri Dániel, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője a muzsika múltját és jelenét idézte meg. Január 20-án szombaton az Arzó Székházban ünnepelte a Magyar Kultúra Napját az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Kérdezd a Zeneszerző sorozat harmadik koncertjén a barokk muzsika és a kortárs zenész színház sokszínűségével és ősbemutatók sorával ismerkedhetett meg a közönség. Az idei évadunk harmadik Kérdezd a Zeneszerző koncertjén nem csak a hangokkal fogunk foglalkozni, hanem a Magyar Kultúra Napja alkalmából irodalommal, költészettel és zenés színházzal. Egészen pontosan a barokk és a kortárs zenész színház lesz a téma, és ez lesz két kiváló zeneszerző beszélgetés. Társam, akik korosztályuknak a kiemelkedő magyar zeneszerzői, Balogh Máté és Bella Mátéval fog beszélgetni. Miért fontos ez a két kapcsolódási pont, ami ma a színtérre kerül?
Szerintem fontos beszélgetnünk arról zeneszerzőként, zenészként is, hogy mit jelent mondjuk a mai korban a színház, mit jelent ma Magyarországon a színház, és mit jelent azon belül a zenész színház, mert én azt gondolom, hogy ez a műfaj, ez az elmúlt években vagy évtizedekben nagyon-nagyon sok változáson ment keresztül, egész egyszerűen a kor elvárásai miatt és a kor változásai miatt, úgyhogy fontos szerintem ezt meghatároznunk és beszélgetnünk róla. Az interaktív koncert során Dobri Dániel, az Arzó Kortárs Művészeti vezetője egy vitaindító kerekasztal beszélgetésre invitálta meg a közönséget Balog Máté és Bella Máté zeneszerzőkkel együtt, ezúttal a Kortárs Zenész Színház szerepével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen beszélgetések. Ha belegondolnak, annak idején minden kortárs zene volt, Mozart idejében csak Mozartokat és Haydnöket játszottak, és nem is igazán foglalkoztak azzal, hogy régen, a régi korokban milyen zenék voltak, ma pedig eleve egy régi zenejátszás van, tehát előző századok zenéit játsszuk nagy számban, és ritkán fordulnak elő kortárs művek, és azt hiszem, hogy ezek a beszélgetések nagyon fontosak, mert nem mindennapi tapasztalat a mai zene, és ha valamire igazán rá tud világítani egy ilyen beszélgetés, akkor az a ma, milyen ma a zene, hogyan gondolkodik ma egy zeneszerző, miért ilyen a zenéje, mit tud elmondani a zenéjével a világról, és őhez hogyan viszonyul, ezek ilyen kulcsok tudnak lenni a közönségnek. Valóban kulcskérdés, viszont az is biztos, hogy nem az egykori régi klasszikusok ellen történik meg egy ilyen beszélgetés, sokkal inkább a kapcsolódási pontokat keresik adott esetben az operettel, musicallel és a mai magyar zenész színházakkal. Így van, hát ez a forma, hogy beül a közönség és csöndben marad, és a színpadon pedig valakik szép ruhában zenélnek hegedűvel, csembalóval, adott esetben zongorával, énekesel. Ez ugyanaz, tehát a Johann Sebastian Bach is ugyanezt csinálta, és a Beethoven is ugyanezt csinálta, és ez mindenképpen egy kapcsolódási pont. Tehát az, ahogyan működik ez a zene, ahogyan elő kell adni, az a megjelenési forma, az ugyanaz, és ilyen értelemben ezt akár hívhatjuk úgy is, hogy kultúra. A beszélgetésen az interaktív találkozó alapvetése hangzott el, hogy a múlt klasszikusai, illetve a kortárs muzsika milyen kapcsolódási pontokkal rendelkeznek. Ezek a beszélgetések rendkívül fontosak, és nem feltétlenül az edukatív jellegük miatt, hanem egyrészt találkozhatnak kortárs szerzőkkel, élő szerzőkkel a kedves hallgatók, és itt a szerző elmondja a saját gondolatait. És általában a szerzők nagyon máshogy gondolkodnak, mint mondjuk a muzikológusok, vagy a zenetudomány a zenéjükről. Szerintem egy sokkal felhőtlenebb, kötetlenebb, személyesebb, intimebb viszony jön így létre, és másfelől pedig hát olyan kuriózumokat tudhatnak meg a hallgatók a darabokról, amit egyébként csak a szerző tud, és hogyha egy olyan beszélgetés alakul ki, akkor rengeteg új információval gazdagodnak, szóval én ezt nagyon fontosnak tartom. Egyébként ez Magyarországon is egyre inkább elterjedtebb, Nyugat-Európában is nagyon elterjedt, hogy egy-egy kortárs est előtt vagy közben beszélgetnek a zeneszerzőkkel, és akkor már a közönség úgy hallgatja meg a darabokat, hogy valamilyen ismeretanyaggal rendelkezik a szerzőről is, és a darabokról is. Fontos, hogy kinyíljanak ilyenkor egymás felé és a közönség felé is? Hát ez a szerzője válogatja. Én hiszek abba az asszertív kommunikációban, tehát hogy egy szerző a legjobb belátása szerint komponálja meg a darabjait, és hát annak fényében is beszél róluk, én azt gondolom, vagy legalábbis bízom benne. Az emberi hang határtalansága megerősítéseként a klasszikus és kortárs klasszikus szerzők műveit az esten Kéringer László énekművész tolmácsolta. A jelen hangjai a Határtalan hang címmel folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar koncertsorozata. A fiatalok ezúttal a különböző zenei irányzatok kapcsolódási pontjait ismerhették meg. Az Arzó Székház adott otthont az évad harmadik partitúra koncertjének. A délelőtti műsorfolyamban a Zenész Színház sokszínűségével ismerkedhettek meg a fiatalok. A beavató hangversenyen
az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, Sándor Szabolcs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera szakának zenei vezetője dirigálásával csendültek fel a dalok. Most már harmadik éve tartunk kortárs beavató koncerteket, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is, tehát a partitúra sorozatunkon belül is. Úgy gondoltuk, hogy idén az emberi hanggal és a kortárs zenész színházzal szeretnénk foglalkozni ezen a koncerten, úgyhogy meg fogjuk mutatni a partitúra koncertjeinken most, hogy mi a különbség és a hasonlóság a kortárs opera és oratórium és mondjuk a barokk opera és oratórium között. Megnézzük, hogy miben hasonlít ez a két korszak egymásra, miben különbözik, és egyáltalán hogy épül fel a zenész színház, hogy épülnek fel ezek a műfajok. Ez a sokszínűség nyilván javára válik majd a fiataloknak is, de hogy készül a zenekar erre? A zenekar próbált egész héten Sándor Szabolcs karmesterrel, aki egyébként a Zeneakadémia opera tanszékének a zenei vezetője, tehát nagyon jó kezekben volt a zenekar, és hát itt volt velünk Kéringer László is, aki hát mondhatom, hogy nekem az egyik kedvenc magyar énekesem, különösen a kortárs zene és a barokk zene területén, úgyhogy a zenekar dolgozott egész héten, és a zenekar és a közönség is ünnepel is, hiszen a jövő hétfőn ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, ehhez kapcsolódóan magyar költőknek a megzenésítéseivel, vers megzenésítéseivel készülünk, több ősbemutatóval is, többek között nekem is lesz egy ősbemutatóm, egy Nemes Nagy Ágnes versre, de Balogh Máté zeneszerzőnek is egy Csokonai versre, Bella Máténak pedig egy passiójából lesz egy részlet. A magyar irodalom, a kortárs zene és a barokk színház közötti összefüggésekről, a zeneszerzők indítatásairól, illetve a darabok kapcsolódási pontjairól ezúttal is Dobri Dániel, a szimfonikusok kortárs művészeti vezetője mesélt. Arra próbál ez a cím utalni, hogy a hangban mennyi lehetőség van, akár úgy, hogy a hang terjedelmét tekintve, az éneklés sebességét tekintve, vagy a kifejezés sokrétűségét tekintve. Tehát ezért a határtalan hang. Tehát hogy szinte az ember természetesen énekel, akkor a lehetőségei az énekléskor is határtalanak. Mekkora kihívás ez egy énekművésznek, hogy mindazt meg tudja mutatni, ami a különböző műfajban rejtőzik? Ezt nagyon szeretem csinálni, azért nem nagy kihívás, hanem inkább nagyon jó szórakozás. Ami inkább egy sportteljesítmény, az, hogy 3 nap alatt most tulajdonképpen 50 áriát kell elénekelnem, majd hogy 50-szer kell, 50 darabot kell elénekelnem, de ez sem jelent, remélem semmi gondot, mert hát olyan darabokat éneklek, amiket nagyon szeretek énekelni, olyan partnerekkel, akikkel nagyon szeretek dolgozni, de többször is dolgoztam. Fontos az, hogy a fiatalok ezt a sokszínűséget megtapasztalják? Nagyon-nagyon fontos, persze, mert ez közhely, de ugye mi neveljük ezekkel a koncertekkel is neveljük a jövő, hát nem csak a zenészeit, hanem a nézőit is, az is rendkívül fontos. És hát az fontos, hogy azt meglássák ebben az éneklésben, tehát hogy mennyi minden lehetetlennek tűnő dolog, mégis lehetőség, hogy megvalósítsa az ember. A koncerten az emberi hang határtalanságát Monteverdi, Händel, Sári László, Balogh Máté, Bella Máté és Dobri Dániel kompozícióival, valamint Csokonai Vitéz Mihály, Vörös Marti Mihály és Nemes Nagy Ágnes verseivel demonstrálták zenész színházi jeleneteken keresztül. Székesfehérváron is bemutatták Petőc András összegyűjtött verseit, az Aranybulla könyvtárban Bakonyi István beszélgetett a József Attila díjas költővel. Az Aranybulla könyvtárban Bakonyi István irodalomtörténész moderálásával mutatták be Petőc András, József Attila és Márai Sándor díjas költő a Folyó felett címmel összegyűjtött verseit. A nagyévű diskurzusban a versbarátok megismerhették a költő pályaívét és az összegyűjtött versek történetét egyaránt. Meggyőződésem, hogy utóbbi évtizedek egyik kiemelkedő költői teljesítmény fűződik Petőc András nevéhez. Hozzáteszem, nem csak lírai, hanem a prózai életmű is rendkívül fontos, de most itt a versekről esik szó, hiszen ez a több mint 1000 oldalas kötet a elmúlt évtizedek termését tartalmazza. Ez azt is jelenti egyben, hogy rendkívül termékeny a költő. Ráadásul itt van a legújabb, már a összegyűjtött verses kötet, után megjelent kötete is, tehát folyik tovább is ez a vers.
vers folyam, ami számomra rendkívül fontos, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy az összegyűjtött verses kötet utószavát megírhattam, hiszen sok éves barátság fűz bennünket össze. Még ez a kodolányi akkor főiskolához való munkaviszonnyal kezdődött igazából. Meg hát az is számomra egy örömteli munka volt, hogy kis monográfiát írhattam a újabb korszakáról. Az is érdekes mindebben, hogy ő nagyon sok hangot próbált az elmúlt évtizedekben, sokfajta stílussal ismerkedett, ugye az avantgárdtól kezdve napjainkig, szóval mindig valami változás áll be ebben a költészetben, és én azt hiszem, hogy ez a sokoldalúság az egyik fő értéke, de ugyanakkor mindenfajta stílusban, mindenfajta nyelvezetben és stílusban megtalálta a saját hangját. Mitől egyedi és különleges Petőc András költészete? Attól egyedi és különleges, hogy nyitott volt végül is a nagy megújító törekvésekre. A 80-as években indul igazából, a 80-as évek elején indul a pályája, és akkor a párizsi magyar műhelyhez kötődése az akkori neo-avantgárd irányzatoknak a tovább élesztése volt számára meghatározó, de ugyanúgy a klasszikus formák, a szonett forma például, és talán a nyugathoz, a nyugat nagy költőjéhez tudom hasonlítani a törekvései. Szóval ez a fajta sokoldalúság egy olyan szintézis hozott létre, amely én azt hiszem, hogy tényleg, ahogy a bevezetőben is mondtam, a mai magyar líra egyik csúcs teljesítményt jelenti. A beszélgetésből kiderült, hogy a rendkívül sokoldalú költő az 1980-as évek elején indult irodalmi pályafutása során minden versműfajban és versformában kipróbálta már magát, a klasszikustól az avantgárd költészeten át a képversig, sőt időnként más költők állarcát is felveszi, hiszen különböző költői álneveken ír. Bizonyos értelemben nagy kihívás, mert össze kell szedni mindazt, amit az ember az elmúlt 41-2 évben csinált. Tehát ez kihívás. Én az a típusú szerző vagyok, aki nem változtatok. Tudatosan nem változtatok a szövegeken, tehát nem az történik, hogy mondjuk 40 év távlatából most újraírom a 40 évvel ezelőtti verseket. Én azt vallom, hogy 40 évvel ezelőtt én így láttam, így írtam meg azt a szöveget, még hogyha olykor azt érzem, hogy döccen is itt-ott, vagy a rímelés nem olyan, amilyennek ma szeretném, akkor is én az akkori önmagamat adom. Tehát egy ilyen összegzés az arra mindenképpen jó, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy mit csinált. Én rengeteg féle dolgot csináltam a költészeten belül. Tehát nem csak a különböző úgynevezett avantgárd műfajok felé léptem el, hanem a úgynevezett írott verseken belül is nagyon sokféle formában gondolkoztam, és ezt a sokféle formát, ezt jó érzés volt összerakni. 1111 oldal érkezett, ön is megérkezett, mondom én. Hát 65 éves vagyok, költői életművek ilyenkor a múltban már bőven lezárultak, nagy klasszikusok esetében. Én még fiatalnak érzem magam, bár sokszor az egészségem ezt egy kicsit meghazudtolja, és az életem az írás. Tehát mondhatja azt valaki, hogy sokat ír valaki, vagy keveset ír valaki. Nekem ez az életem, addig élek, ameddig tudok verset írni. És verset írni ma is úgy érzem, hogy tudok, és szeretek is, tehát írok. A látható barátok, költőtársak és költőbarátai nagy érdeklődése megerősítést nyújt? Így van. Így van, megerősítést nyújt. Megerősítést nyújtanak azok a társak, akikkel együtt vagyok, és megerősítést nyújtanak a tanítványok. Tehát most már lassan 10 éve, hogy járnak hozzám fiatal vagy kevésbé fiatal emberek, és lírát tanulnak.
Köztük olyanok is jönnek, akiknek már több kötetük is van, és ez nagyon jól esik. És együtt gondolkozunk versről, versekkel foglalkozunk, nézzük a különböző klasszikusokat, magyar és világirodalmi klasszikusokat, és az ő mintájukra írunk verseket órai keretben, és tulajdonképpen ez a munka, ez szintén egy plusz megerősítés, egy nagy öröm. A kötet a Pária 2018-ban megjelent Konkrét című albumnak, amely elsősorban a költő vizuális verseit mutatta be, a mostani pedig a hagyományosabbnak mondható költeményeket foglalja magában. Érdekesség, hogy az 1111 oldalas könyvben helyet kaptak az álnéven írt munkák és a gyerekeknek írt versek egyaránt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.